Az Upgrade kongresszuson azért érdemes részt venni, mert nagyon sok fogászati területet lehet nagyon könnyen sok szempontból megismerni, nagyon jó előadókkal, nagyon jó témákkal. Götz Gergelynek hívnak, általános fogászattal és fogszabályzással foglalkozom, és a délelőtti előadás a digitális fogászat jegyében telt számomra, illetve ebbe a szekcióból kaptuk a meghívást. Temper Roland fogtechnikus mester kollégámmal, és együtt próbáltuk bemutatni a digitális fogászat minket is érintő viszonylag széles szeletét, végül egy-egy kis felvillanást adva a hallgatóságnak. A felkérés alapján az volt az igény, hogy az infrarej szkennerek fényébe próbáljuk bemutatni a fogászat digitális oldalának szinte minden aspektusát fogtechnikus fogorvos együttműködés szempontjából, és hát különösen a digitális technológiák alkalmazásában ez a kombináció nagyon fontos és lényeges, hogy a kooperáció teljesen zökkenőmentesen és jó kommunikációval történjen a fogtechnika és a rendelő között is. Hát a szkennereknek, az intraoral szkennereknek a tényleg nagyon széles körű felhasználhatóságát a mindennapi fogászati munka során, legyen az akár egyszerű pótlások, vagy akár ortodonciai műtét tervezési technikákat tekintve, és hogy ez nem egy ördögtől való dolog, és nem egy borzasztóan bonyolult informatikai háttértudást igénylő készség, hanem nagyon könnyen elsajátítható és mindenki számára könnyen elérhető technológiai újítás. Az implantológiai szekcióba kaptuk a meghívást, hogy az Ethos nevű innovatív csontpótlóanyagról beszéljünk Tóth Bernát kollégámmal, és én voltam a felelős, hogy a kicsit a biológiai hátterét próbáljam bemutatni ennek a rendszernek, utána pedig Bernát már a tényleges klinikai eseteknek a bemutatásán keresztül jellemezte ezt az anyagot. Ez a csontpótlóanyag viszonylag könnyen kezelhető, mivel nem igényel membrán használatot. Természetesen nem minden esetre alkalmazható, de a mindennapi fogászatban az egyszerű kisebb csontdefektusoknak a helyreállítására egy nagyon könnyen és nem bonyolult műtéttechnikával alkalmazható alternatíváját adja a csontpótlóknak. Talán azt érdemes belőle kiemelni, hogy manapság már egy kicsit más megközelítésben is érdemes vizsgálni a csontpótlásokat, úgymond immunológiai szempontból, és ezeknek a szempontoknak a felhasználásával egy kicsit máshogy lehet megközelíteni az adott klinikai eseteket, és már máshogy lehet az adott csontpótlást is elvégezni, talán egy kicsit könnyedebb és egyszerűbb felhasználási trükkökkel. Upgrade-en már azt hiszem 2013 volt az első, ahol előadtam ott még lézerekről, de nagyon szívesen jövök mindig. Egyrészt nagyon klasszikusan jó szakmai színvonalat is jelent, másrészt egy kis társasági esemény is a kollégákkal úgy találkozni, egy picit kötetlenebből is tudunk beszélgetni. Aztán még a szakmai örültségeinket is meg lehet egymással osztani, és egy picit talán így könnyedebben lehet előre jutni a mindennapokba is. Itt nagyon sok fogászati területet sikerül egyszerre egy időben összehozni, és úgymond más területtel foglalkozó kollégáknak is a véleményét, meg a tapasztalatait meg lehet viszonylag gyorsan időegységen belül ismerni. Az Upgrade kongresszuson azért érdemes részt venni, mert nagyon sok fogászati területet lehet nagyon könnyen sok szempontból megismerni, nagyon jó előadókkal, nagyon jó témákkal.